Cristiano Ronaldónak továbbra sem megy a gólszerzés a Juventusban. A piros lapot kapó Kylian Mbappé nem bánta meg sportszerűtlen tettét. Nézd meg videómat, hogy ne maradj le a foci világ legújabb és legérdekesebb történéseiről. Vásárold meg akciós áron kedvenc klubcsapatod vagy válogatottad mezét a Tikitaka TV támogatójának számító MessPro oldaláról. 13.000 forint fölötti vásárlás esetén pedig használd a Tikitaka kuponkódot, ami a végösszegből további 2.000 forintos árengedmény biztosít számodra. Nagyszerűen indult a Bundesliga 2018-2019-es kiírása a magyarok számára, hiszen Szalai Ádám két fordulót követően vezeti a góllövő listát, a Dárdai Pál által irányított Hertha pedig eddigi mindkét meccsét megnyerte. A Hoffenheimot erősítő Szalai eddigi két meccsen három alkalommal volt eredményes. A Bayern Münchennek egy, míg a Freiburgnak két gólt vágott, így jelenleg vezeti a góllövő listát, olyan játékosokat megelőzve, mint Thomas Müller vagy Robert Lewandowski. Ami pedig Dárdai Hertáját illeti, a berliniek két forduló után két győzelemmel és 3-0-ás gólkülönbséggel a Bayern München és a Wolfsburg mögött a harmadik helyet foglalják el a tabellán. A Hertha az első játéknapon a Nürnberget verte meg 1-0-ra, majd legutóbb kisebb bravúrt bemutatva a Schalke otthonában aratott egy 2-0-ás győzelmet. Így amellett, hogy eddig 100%-os, de egyedüliként még gólt sem kapott az új idényben. Angol sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo a nyáron inkább igazolt volna a Manchester Unitedhez, mint a Juventushoz, azonban José Mourinho ellenezte a portugál klasszis szerződtetését. A Lusitán mester ugyanis úgy vélte, hogy Ronaldo a túlságosan nagy egójával és fizetésével kilógott volna az együttesből, ezzel pedig csak ártott volna a csapategységnek. Ráadásul véleménye szerint a közel 120 millió eurós vételár és az évi 30 millió eurós bérezés már túlzásnak számít egy 33 éves játékos esetében, így emiatt sem támogatta a leigazolását. Mourinho terve az volt, hogy ebből a pénzből inkább a védelmet erősítsék meg, azonban ezen törekvését a vezetőség nem támogatta, és főkiszemeltjei közül sem Toby Alderweireldöt, sem pedig Harry Maguire-t nem kapta meg. Az El Confidencial spanyol lap szerint a Real Madridban futballozó Marcelo és a csapatvezető edzője Julen Lopetegui között igencsak fagyos a viszony, ami ahhoz vezethet, hogy a brazil játékos jövőre elhagyja a királyakat. Az 52 esztendős szakember ugyanis nem elégedett Marcelo védő munkájával és nagyobb fegyelmezettséget vár el tőle, ami a futballistának nagyon nincs ínyére. Egyéb iránt Lopetegui elődjéhez, Zinedine Zidanehoz képest sokkal szigorúbban bánik a játékosokkal, és kinevezése óta már nem egyszer bizonyította, hogy nem riad vissza a népszerűtlen döntések meghozatalától sem. Amíg a francia tréner mindent megtett annak érdekében, hogy a sztárjátékosok kedvében járjon, és sok kiváltsággal ruházta fel őket, addig a spanyol edző igyekszik a saját feje után menni, és kemény szigort alkalmaz a csapatnál mind az öltözőben, mind pedig a pályán. A lap azonban emlékeztet arra, hogy ez a módszer nem mindig volt működőképes a madridiaknál, és 3 évvel ezelőtt a hasonló elveket valló Rafa Benitez hamar a menesztés sorsára jutott. Jelzésértékű lehet, hogy a korábbi években Zidane és Ancelotti személyében azok az edzők értek el sikereket a Realnál, akik engedékenyebbek voltak a sztárokkal, és jó viszonyt tudtak kialakítani a játékosokkal. Minden esetre, ha Marcelo jövőre valóban elhagyja a spanyol fővárosiakat, akkor nagy valószínűség szerint a Juventus lesz a következő állomáshelye, ahol együtt játszhatna jó barátjával, Cristiano Ronaldóval. A szombati napon a Paris Saint-Germain együttes az Olympique Nîmes-nél vendégeskedett, ahol Kylian Mbappé remekbe szabott góljának is köszönhetően 4-2-es győzelmet aratott. Azonban a fiatal támadó számára nem csak a parádés gólja miatt marad emlékezetes ez a mérkőzés. Mbappé ugyanis a mérkőzés végén egy rossz szerelési kísérlet után nekiesett ellenfelének, ami miatt a kiállítás sorsára jutott. A 19 éves világbajnok támadó azonban a meccs utáni nyilatkozatában elárulta, hogy nem bánta meg, amit tett, sőt, máskor is ugyanígy cselekedne. Mbappé elnézést kért a drukkerektől, de hangsúlyozta, hogy a jövőben sem lesz hajlandó tolerálni az ilyen megmozdulásokat.
A párizsiak játékosa szerint, ha a labdára irányult volna az ellenfél mozdulata, akkor nem lett volna probléma. De ez esetben ilyenről szó sem volt. Didier Deschamps, a francia válogatott kapitánya is megszólalt az esettel kapcsolatban, és elmondta, hogy bizonyos szempontból megérti Mbappé reakcióját, hiszen fél attól, hogy megsérülhet. Azonban meg kell tanulnia higgadnak maradni az ilyen szituációkban. Mert ha a jövőben is így reagálja le az ilyen eseteket, akkor a piros lap mellett több meccses eltiltás is várhat rá, ami hatalmas érvágás lenne a Paris Saint-Germain számára. Már három forduló is eltelt az olasz bajnokságban, azonban a Juventus erősítő Cristiano Ronaldo még egyetlen gólt sem szerzett. A portugál sztár az első két meccsén a Chievo és a Lazio ellen kifejezetten jól játszott, és bár a legutóbbi Parma elleni találkozón is nagyon igyekezett, azonban itt már a játék sem igazán ment neki. Ronaldót pedig jól láthatóan egyre inkább frusztrálja az eredménytelensége. A 33 éves támadó egyébként 23 alkalommal vette célba a kaput a három meccs alatt, amit az öt nagy európai topligában senki nem mondhatja el magáról rajta kívül. Azonban gólt még nem tudott szerezni. Azonban aggodalomra talán még sincs ok, hiszen emlékezhetünk, hogy tavaly ősszel a Reálban is hasonlóan kezdett a portugál. Akkor a 28. kísérletéből született meg az első gólja, és a gólszegényebbre sikeredett őszi szezon után végül 26 góllal zárta a bajnokságot. A Juve drukkerek minden esetre bíznak benne, hogy Ronaldónál hamarosan áttörik a gát, amire egyébként most szeptemberben igen jó esély mutatkozik majd. Legalábbis a statisztikák azt mutatják, hogy az ötszörös aranylabdás játékosnak ez a legtermékenyebb hónapja. Ronaldo ugyanis az elmúlt 9 idényben összesen 57 gólt szerzett a szeptemberi hónapokban. A zebrák mestere Massimiliano Allegri igyekszik védeni Ronaldót, mivel szerinte még időt kell neki adni, hogy felvegye az olasz bajnokság ritmusát. További szöveges és képes hírekért keresd a csatorna Instagram és Facebook oldalát is. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára!